A 30 éves fedél nélkül jubileumi estjén vagyunk itt, az év alkotása díjátadóján. Minden tavasszal összeül a szakmai zsűri, és az előző évben beadott munkákat megvizsgálja, hihetetlen alapossággal, és díjazza, jelöli díjakra. És ezek lesznek most majd átadva. Tavaly a Spinoza házban zajlott ugyanez a rendezvény, sokkal kevesebben voltunk, úgyhogy jövőre is szeretnénk ide jönni majd, ha lehet. Közel 300 olvasó ment fel a honlapra, és adott le szavazatot a közönségi díjakra. És ez fantasztikus, ennek nagyon örülünk. Ezt szeretnénk megdublázni a jövő évre, de hát ez menni fog szerintem. A régi zsűrinben egy változás történt, és egy új zsűritagunk van, Bódis Kriszta, akit szeretném, ha följönne a színpadra és bemutatkozna önöknek. Mostantól fogva ő lesz az irodalmi zsűri egyik tagja. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm Önöket! Nagyon megtisztelő ez a felkérés. Én író, dokumentumfilmes és pszichológus vagyok, de leginkább arról lehet engem ismerni, hogy a Hanhéd Alapítvány vezetőjeként létrehoztam egy rendszert, amiben hátrányos helyzetű, többségében roma gyerekeknek biztosítunk életpályát egészen kiskortól egy rendszerben. És arra gondoltam, hogy beszámolok egy tapasztalatomról itt bevezetésképpen, ugyanis ennek a mi rendszerünknek az alapját az alkotás adja, alkotásközpontúnak is szoktam hívni. És azért, mert szemben azzal, amit az egyetemen tanultam, meg talán önök is ismerik a Maslow piramist, hogy a szükségletek, az alapszükségletek kielégítése milyen fontos, és az evés, ivás, szaporodás, azok olyan alapszükségletek, amiknek csak a csúcsán jelenik meg a önmegvalósító tevékenység, mint például az alkotás is. Ezzel szemben én valami egészen más tapasztaltam ezek között, a gyerekek között és emberek között. Azt tapasztaltam, hogy ha az ember éhes, vagy nem aludt jól, vagy rengeteg stressz éri, többek között mondjuk a megkülönböztetés stressze, az alkotás az olyan méltóságot ad, olyan élményt ad, ami elfeledteti, ha csak egy időre is, ezeket a deprivációkat. És ez egy hatalmas élmény volt látni, hogy az alkotásnak ilyen ereje van. És azóta azt mondom, hogy az alkotás nem lehet kisajátítani. Még akkor sem, hogyha azt mondjuk, hogy vannak művészek, ez egy másik kérdés. Az alkotás, a teremtés, hogy létrehozok valamit, hogy képes vagyok rá valamit megfogalmazni, valami magasabb dimenzióba lépni ezáltal, ez egy hihetetlenül fontos dolog. Az nagyon érdekes, az egy más kérdés, hogy szubjektíve hogyan ítéljük meg az alkotásokat. Ugye a zsűrinek, minden zsűri elmondja, hogy hú, meg milyen nehéz dolga volt. És tényleg nagyon nehéz zsűrizni. És nagyon meglepő, amikor kiderül egy zsűrizési folyamat során, hogy a három zsűritag három teljesen különböző halmazt hoz létre a díjazottak között. Ez most csak azért, és nem volt, az első körben nem volt közös halmazunk. Tehát nem volt olyan, mert mind a hárman azt mondtuk, hogy első érzet. És ez nem azt jelenti, hogy nem voltak jó művek, hanem szerintem ez azt jelenti, hogy nagyon szubjektív az, hogy kire milyen hatással vannak az alkotások. Úgyhogy aki most nem kap díjat, az tudja, hogy az ő műve igenis hatással volt valakire, közülünk is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Köszönöm szépen, bátran bízhatjátok bűveiteket a zsűrire, biztos, hogy valakinek tetszeni fog. És a közösségi oldalán, a Fedél Nélkül közösségi oldalára feltöltöttünk videókat, és szeretném megköszönni azoknak a színművészeknek, akik ebben segítettek, akik aztán a közönség szavazatok elnyerésében is nagy szerepet játszottak. Ilyen volt Pokorni Lia, Nagy Márk, Lengyel Tamás, Bányai Kelemen Barna és Sodró Eliza.
Eliza itt van egyébként, most is, úgyhogy élőben is fogjátok látni és hallani ők. A diátadó előtt most még a 2022-es, jól mondta? Köszönöm. De bólintsd, hogyha tényleg szépen, ha hibázott, akkor nem hinnék. Szóval a 2022-es írásokból készült válogatást három színművész fogja most itt előadni, pontosabban 3 plusz 1 művész. Sodró Eliza, Medvecki Balázs, Vég Péter, gyertek a színpadra, és Rotman Lillát is szeretném kérni, aki gitározni és énekelni fog. Ja nem, most nem? Nem. De, most. De. Most, igen. Akkor gyertek, igen, most. Most, igen. Ez a legnehezebb egy színész életében elindulni. Igen. Gyertek. Vár benneteket. Pince Színház deszkája, ezek a székeitek. Ott vannak a kézi mikrofonok. Eliza, ha állni akarsz, akkor beállítom. Biztos? Ez csak? Nem kell annyira, bocsánat. Jó. Jó. Úgyhogy fölállsz, csak ehhez nagyon közel kell menni, mert ez dinamikus, ahhoz lehet, hogy lehet normálisan is tartani. Ők konferálják majd, amiket mondanak. Lilla, tudod, hogy mit csinálsz, ugye? Remélem. Szabad kezet adok a művészeknek. És akkor mi ezeket ezt használhatjuk, ugye? Igen. Jó. Nem kell. Használhatjátok. Ezt is lehet, csak ehhez közel kell jönni. És előtte így állítani kell, ugye? Ez a szélvaj, nem bizony. Igen, a szélvaj nem könnyű. Szerintem így a kézzel. Ezt rájuk bízni. Jó. Mindenki lát bennünket? Igen, ha ülök. Pető N. Gábor, hát ha belé botlok. A rossz döntések miatti keserv. A hitelbe kapott kávék öröme. A befejezetlen tervek izzadság szaga. A régmúlt dicsőségeinek rögeszméi mind itt sétálnak mellettem az utcákon. Egy nevetés a távolból, még talán nevethetek magam is. Sírás valamelyik felszámolás alatti albérletből gyomorszorítóan ismerős. Kézen fogva andalgó párok, milyen rég közömbös látkép. Magányos ember sörrel a padon, tükör, amit szilánkokra szeretnék törni. Éhségtől nyűszítő kutya követ, de nincs nálam jó szónál több. Csapzott macska ugrik ki a kukából, visszanéz, nem bántom, látja, és lelassít. Megyek, mert az álmatlanság perpetuum mobile. Megyek, holott ismerem utam elejét és végét. Ez nem az a költészet, amit annó kiterveltem. Ezek a versek csupán csak pillanatképpen. Nem éri meg túl őszintének lenni sem, egyszerűen így tisztességes. Újjá születnék, ha tudná a titkot. A titok mindenkiben ott van. Meg lehet. Egyszer meglelem. Na, addig koptatom a járdákat. Hát, ha belébotlok, magamon kívül is valamelyik zsák utcából. Hátra menetben. Zilai Tamás, egy kis őszi hangulat, sündörgő. Az ősz nap már igencsak vágyottan süt az almafák rég lehullott termésére. Szorgos méhecskék nyalakodnak a rothadó gyümölcsök kavalkádjában. Az egyik fa alól jó ízű csámcsogás hallik. Két borostás alak költi el a megerjedt reggelit, majd jól lakottan hemperednek egymás mellett. Bomboló szemekkel méregetik egymást, míg nem az egyik akadozva megszólal.
Nálatok is? Igen. Veled sem? Velem sem. Részvételben mondják egymást, majd megint beszélni kezdenek. Aztán miért nem? Mert hogy mindig borostás vagyok. Nekem is ezt mondja. Nagy egyetértésben hallgatnak egy ideig. Mit tehetünk, ha egyszer ilyenre alkotott bennünket a természet? Semmit. Lázadjuk. Jó, lázadjuk. A köröttük honoló csendet egy fűnyíró berregése veri fel. Egymásra néz a két sündisznó, majd elindulnak a hang irányába. Epilógus. Mit szóltak, hogy már nem vagy borostás? Hogy skinhead vagyok. És neked? Azt, hogy hülye vagyok. Lázadjunk még? Minek? I guess I grew up on the northern road. Matter to the matter, always did what I told. Till I found out that my brand new clothes that came second hand from the rich kids next door. When I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I hadn't seen. Now I just wander through a river dream, feeling like I'm holding your part at the scenes. Well, thank you, Jack Daniel, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And I ain't just thought it looked good to me. They're gonna have to depart me to the fiery deep. Well, thank you, Jack Daniel, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And I know I can't stay too long, cause I can't go without doing the wrong. So I'm sitting at the bar, slowly start to grow. Feeling like an old worn a pair of shoes. Oh, tell me what is it that I should do when I'm swimming in the liquor only halfway through. So I'm watching as his wings spread as wide as could be. Come on now and wrap them around me, cause all I wanna do now is fall asleep. Come down here and lay next to me. Well, thank you, Jack Daniel, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And I plead a bottle never runs dry, and you never wake up with those tears in your eyes. But thank you, Jack Daniel, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And I ain't just gotta look good to me. They gotta have to debar me to the fiery deep. To the fiery thing, drinking in heaven. Lett volna kihagyni. Ádám, Orsolya, Mária. Ismerem őket. Jó lenne nagy, drámai szavakat üvölteni, átkozni a világot, hogy ennek másképp kellene lennie. Bizonyos szempontból tragikus, ahogy elvesztettem a valóságtól való ártatlanságomat. Mint valami torz Don Quixote, aki küzdött nagy eszmékért. Család, barátság, szerelem, hit. Ezer csalódás után felálltam, s mindig találtam valamit, amiért még érdemes küzdeni. Most tartással lépkedek, s valahogy rezignáltan gondolok magácsra. Küzdj, és bízva bízzál.
A hit mérgező mocsár. Nagy eszmék, mik a mélybe húznak. S túl gyakran nagyon későn vettem észre, hogy megfojtanak. Nem tudom, jobb volt-e naívnak lenni. Aztán persze vége lett. Nem tudom, hogy éltem túl a sebeket. Irgalom nélküli néma hideg világ. Buddha szerint a vágy az oka a szenvedésnek. Azt hiszem, ő sem valami derűs ember lehetett. Gondolkozom, jó lenne kifogást találni erre az egészre, hogy kiégtem, vagy magányos, vagy bármi vagyok. Csokonai is tudta, hogy a remény kegyetlen manipulatív ribanc. Metszően kacag rajtad, mikor összezuhansz. Észreveszem már, ha körülöttem ólálkodik. Felejts el, babám, keres más naív bolondot. Talán azt kérdezed, hogy jó-e így? Könnyebb, fájdalommentesebb. És a szeretet, barátság, etc. kérdezed? Ugyan, csak legyintek. Remélem, ha egyszer, bár biztos soká élek, meghalok, nem létezik túlvilág. Nem vagyok kíváncsi a világosság újabb hazugságaira. A sötétséget meg már nagyon jól ismerem. Pollák László, viadukt. Ösztön és tudat. Két hatalmas hegy. Közöttük a völgyben csordogál egy patak. Nos, az a patak a te életed. Akármerre fordulsz, sziklába ütközöl. Ha felfelé folyhatnál, a szirteken átcsapnál, szabad lenne életed. Szabad, mint a képzelet. Ám te csak folytogálsz a völgy rabszolgájaként. A hegyek kinevetnek. Viadukt ível feletted, de te azt észre sem veszed. Nem kenyered a képzelet. Minek is fáradozni? Jobb csendesen csordogálni. Csak egyszer nézni, minden évben négyszer virágba borulni. Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, akkor a nagy lennék. Akárhonnan jönne, bárkit beengednék. Nem kérdezném tőle, hát téged kiküldök. Akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Ha én ablak volnék, mindig nyitva állnék, hogy az egész világ láthatóvá váljék. Megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék. Minden áldott este fényben megfürödnék. És ha egyszer rajtam látszkerék laposnak, adattam a föld is, sírva behomolnak. Ha én zászló volnék,
sohasem lógnék. Mindenféle szélnek haragosa lennék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka semmiféle szélnek. Német Anikó ködmadár a Duna parkján. Sötét szmog szállt a főváros fölött. Megtörni látszott már minden hitem. Fekete gondok közt éltem, hiszen álmaim felett bánat örködött. Vízpartjára hajtott vágyam akkor. Legyen vége. Már nem kell életem. A fodron játszó fényeket néztem. Mi boldog voltam-e parton egykor? És csendben ültem ott a fák között, nem háborgatta lelkem semmi sem, kidőlt rönkön a kék vizet néztem. Fáradt szívem virágba öltözött. HGP, ásatag-sivatag ciklus, untató út. Még ma. Még ma fut át az életem. Akárhogy megvetem. Oltva gyufát vizek fölött, ahol csomókban áll a köd. Még ma fut át más part felé. Az irgalmatlan éjen át, gyújtva háromszor is gyufát. És vizek fölött, vizek alatt, az örök létbe süt alak. Most is vár a fény, álmod szép ígéretén, vár, míg felkem majd a nap. Ha látni sejtenél, mi az ében olvad szél, vár, míg felkem majd a nap. Egy új nap mindig újra mindig él. A végtelen sötétjét tépeszi, a félelem határ kap, mint a lény. De csak várj, míg felkel majd a nap. De csak várj, míg felkel majd a nap. Ha meggyötört az ég, ha a múltat bedagad, vár, míg fel kell majd a nap. Ha kell, hogy tiszta légy, mint gyermek önmagad, vár, míg fel kell majd a nap. Ha megszabad, hogy túlnyitott az ég, a csillagkat egy végtelen túl még. Bölcső biztos gömbbe zár a fény, de csak várj, míg fel kell majd a nap. De csak várj, míg fel kell majd a nap. Sosem vagy egy magad, csak túl kicsinke vagy, várj, míg fel kell majd a nap. Nincs mennyország, de minden síron nő virág. Vár, míg fel kell majd a nap. Ezért együtt leszünk, míg végtelen az ég. Együtt, míg a nap utoljára kell.
kér. Együtt mondjuk annak, ki még bír. De csak vár, míg fekre majd a nap. De csak vár, míg fekre majd a nap. De csak vár. Nincs több, ha énekestől elmenekül. A színészetnek kérek egy tapsot az énekesnőnek. Elfelejtettem mondani, hogy közben a 2002-es képzőművészeti alkotásokat láthatták. 2022-es, köszönöm szépen. Igen, és szándékosan tévesztettek. Kíváncsi volt, hogy ki az, aki mégis kijavít. Egyébként... 1902. Jó, köszönöm. Ennél maradjunk. 1902, tök jó. Már értem akkor tulajdonképpen. Még dinoszauruszok jártak, tehát a Moszkva téren. Szóval azt szeretném mondani önöknek, hogy nézvén a képeket, hallgatván ezeket a remek verseket, és Lilla dalait, el kell mondanom még Lilláról, hogy ő a fedél nélkül önkéntese, és riportokat csinál ugye egyébként is, meg énekel is. És végtelenül irigylem Bródi Jánost, hogy itt egy remek kis kórus szólalt meg, és ilyen szöveget írt, ami úgy látszik, hogy eléggé időtállónak bizonyul. Úgyhogy büszke vagyok rátok, kedves színész és énekesnő kollégák, nagyon szépen dolgoztatok, de most végre a díjátadóhoz térünk, mégpedig úgy, hogy a zsűri el fogja mondani a szempontjait, és hogy válogattak, és ebből már hallottátok az előbb, hogy nem mindenkinek volt egy ugyanaz a véleménye, de aztán mégiscsak konszenzusra jutottak. Úgyhogy bemutatom a zsűritagokat, akiket kérek is, hogy jöjjenek fel ide. Tehát Bud és Kriszta, aztán Garaci László és Németh Gábor, a zsűri elnöke Fekete András lesz, aki szintén jön, és Eifert János is, aki meg a képzőművészeti alkotások hívítésében vett részt. Szűnni nem akaró tapsot kérek, amit mindenki nagyon jó. Igen. Ez azért is fontos, az azért is fontos, mert nagyon jól tagolja a fellépéseket. Tehát például, ha engem nem tapsolnak meg, az nem nagy baj. De azért baj az is. Úgyhogy nem azért mondtam. Szóval csak az, hogy így tagoljuk majd a műveket is, mert különböző művek lesznek. Sajnos vannak zsűritagok, akik nem jöttek el, ilyen Balogh Tibor ilyen, Fábián István ilyen, és Szász Lilla, akit minden évben felkonferálok, és sosincs jött. Tehát Szász Lillát egyszer már ide kéne hozni. Én beszállok a taxipénzbe, és a markos legényeket szerzek, hogy végre legyen itt Szász Lilla, mert állítólag ő is nem jó? Legalább háromszor volt itt a 30 év alatt, ez nagyszerű. Ez egy pont egy tizede, igen. És én hányszor voltam itt? Nem emlékszünk. Erről van szó, köszönöm szépen, én sem. Szóval akkor a díját adok, és akkor András, Fekete Andrást, a zsűri elnökét megkérem, hogy tartsa meg a nyitóbeszédét, és aztán pedig elhangzanak a művek, vagy megtekintjük a műveket, az alkotót várjuk ugye a színpadra, és aztán jön az értékelés. Azt hiszem ez lesz a sorrend. De ezt majd eltaláltam? Köszönöm. Taps! Péter nem állította le, hogy is. Nem, azt. Ott, 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 ott. Nem.
Szerintem így is jó, nem? Szóval, köszönjük, Péter. Szóval az első, amit mondanék, azon túlmenően, hogy nagyon örülök, hogy itt vagyunk ismételten, és szeretettel köszöntünk mindenkit, hogy Lilla nevében azért szeretném megjegyezni, hogy ő nagyon aktív zsűritag, de ezt majd a János megerősíti, és többször is jelen volt. És ha már a zsűriről beszélünk, egyrészt új zsűritagunk van, Bódis Kriszta, aki bemutatkozott, de ha Péter megengedi és bekapcsolom a telefonomat, akkor én megpróbáltam pont a napokban összeszedni, hogy milyen zsűritagok voltak már. Követőbb nem fog sikerülni a végén. Igen, tehát a Fedél nélkül 30 éves, és ez a művészeti pályázat is közeleg erősen a 20. évéhez, azt hiszem 18 vagy 19 évnél tartunk, de ezt a Anna meg a Robi jobban tudja, 19. Tehát nagyon közeledünk, és ez alatt a közel 20 év alatt a következő művészek, írók, képzőművészek szerepeltek a zsűriben. A teljesség igénye nélkül biztos érdekes lehet ezt a névsort meghallgatni. Segített nekünk nagyon sokat az elején H. János, Parti Nagy Lajos, Földes László Bobó, Szőke András, Alföldi Róbert, Ágens, Molnár Krisztina Rita, Györe Balázs, Nyári Krisztián, Kukorelli Endre, Cserna Szabó András, Tóth Krisztina, aki azt hiszem 6 vagy 7 éven át volt velünk, és az idén más elfoglaltsága volt, reméljük újra fog majd csatlakozni hozzánk, Nagy Gabi, Németh Gábor 4. alkalommal van köztünk, Garaci László 3. alkalommal, és sok mindenkit feltehetően kihagytam, képzőművészeket elsősorban János tudná felsorolni. Tehát igen, jeles támogatói voltak a művészeti pályázatnak eddig is, és reméljük, hogy ezután is. És még egy dolgot mondanék, amit Kriszta megemlített, meg Péter is végül is az idei pályázatról, hogy milyen sok mű kapott szavazatot, hogy ki legyen az év verse, illetve év prózája. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy 24 vers és 24 prózai mű versenk egymással. Azért ez a szám, mert egy hónapban 12 hónap van, és minden hónapban van egy győztes, meg egy második helyezett vers, meg próza. Tehát összesen 24 vers, 24 próza. És ilyen még tényleg nem volt az idén, főleg ha a prózát nézzük, hogy 12 darab próza kapott szavazatot, tehát magyarul minden második mű olyan volt, amit vagy az egyik zsűritag, vagy a másik zsűritag úgy ítélte meg, hogy akár az év prózája is lehet, és a versek közül is 8 ilyen volt. Tehát igen-igen erős volt a mezőny, nehéz volt végül is. Már azt mondom, hogy nem volt nehéz, mert a zsűritagok mindegyike nagyon kompromisszumkész, meg hát nyilván olyan művet egyikük sem választott, amire azt gondolná, hogy nem volt jó, de hát mindenképpen kellett egy pár nap, amíg kialakult a végső sorrend, amit végső nyertesek, amit mindjárt meg fogtok tudni ti is. Köszönöm. Az első az év képe, Kovács Béla cím nélkül című alkotása. És ezt Eifert János fogja értékelni, és Szászilla és Balog Tibor zsűritagok értékelését pedig Lécs Péter fogja felolvasni. János bátyám, díjhoz.
Úgy emlékszem, hogy volt címe. Hogy volt címe? Kovács Béla. Nincs. De ő évek óta díjazottak, vagy díjazással javasoltak között jelen van, és hát nagyon jó anyag volt, jöttek portrék, tájképek, különböző stílusok, izgalmas, úgymond színes volt a kínálat. Kovács Béla több képpel pályázott, és érdekes dolog, hogy hát ha nem is vitatkoztunk, de értekeztünk hát a Szász Lillával is, hogy miért pont a Karl Marx? Mitől olyan lenyűgöző? Hogy megértsük a képet, ugye van a képzőművészetben is vannak, a festészetben is különböző műfajok. Az ironikus, humoros karikatúra, az is egy műfaj. Egy karikatúrosra még véletlenül se rajzol életnagyságú orrot, például a szereplőknek eltúlozza, vagy rövidebb, vagy hosszabb orr, például. Most ebben a képben minden együtt van. Valójában szóltál egy férfi, a nő, a szivárvány színei jelképesen, természetesen tudjuk, hogy mit jelent, tehát nem csak a színek pszichológiája önmagába fejez ki valamit. Én a Wikipédiáról leolvastam Karl Marx címszerűen. 8-10 sor engedjék meg, hogy felolvassam. Karl Marx elterjedt magyaros formában Marx Károly, 1918-ban született, 1883-ban hunyt el, német filozófus, közgazdász, szociológus, a kommunista világ munkásmozgalom teoretikusa, egyben a marxizmus illetője. Munkássága jelentősen hozzájárult a társadalom tudomány fejlődéséhez. A történelem egyik legnagyobb befolyást elérő gondolkodója, nézetei jelentős hatást gyakoroltak a baloldali munkásmozgalmakra, és ahhoz kapcsolódó filozófiai irányzatokra. Hát mivel iskolában is tanultuk, hogy művei közül kiemelkedik a kommunista kiáltvány, kísértet járja Európát, a kommunizmus kísértet, stb. És a tőke, amelynek csak első kötete jelent meg életében, további köteteket barátja Friedrich Engels szerint sajtó alá. Hát emlékszünk, hogy a történelem, tehát mi olyan korszakban éltünk, amikor a május 1-i felvonulásokon bármilyen, úgymond ilyen nemzeti ünnepen, a pódiumon, ahol Rákosi is, meg mások is szólók voltak, a háttérben Marx, Engels, Lenin, valamikor Stalin megjelent, és hát így utólag azt kell mondanom, hogy Marx Károly nagyon rossz dologhoz adta a nevét. A Wikipedia nagyon korrektül fogalmazott, tehát itt azt írta, ugye, amit felolvastam, hogy történelem egyik legnagyobb befolyást elérő gondolkodója, nézetei ugye jelentős hatást gyakoroltak a baloldali munkásmozgalmakra. Hát ugye 45-ben felszabadultunk, aztán hány évig, 44 évig volt a marxista alapokon, etikán, filozófiára épített, rossz téglákból összehozott építmény. Tehát azt egyetérthetünk, hogy a cím ellenére itt nem egy hagyományos portré, sőt, hogyha itt mondjuk így nézzük a testrészeket,
Hát valójában más gondolatok is eszükbe jutottak. Én még azt is gondolom, hogy valójában a művész, mármint Kovács Béla, művészi eszközökkel, jelképekkel, némi humorral kifejezte, hogy valójában ezt az ócskaságot, amit mi végig szenvedtünk, ezt egy női testtel akarták eladni nekünk. Mindegy, bármilyen is értelmezzük, itt elsősorban a szimbolikus értelmezés, amúgy eszközhasználatok technikát, illetően mesterien megformált festmény, olaj, vászon, stb. A pályázat elbírása során azt kell mondanom, hogy Kovács Bélának voltak nagyon jó művei, nem csak neki, azok részben egyik ebben a felfogásban, a másik pedig ilyen szín rétegekből föllapolt valamelyik stílusra emlékeztető módszerrel, azokat bármilyen profi módon voltak megjelenítve, nem tartottuk eredetnek. Ez egy eredeti alkotás, és nem is tudom, hogy akár áverésre is bocsáthatnál. Ki kíván ma aztán együtt élni? Már el kell. Hát akkor röviden, hogy adjuk át neki a díjat, hogy beérkezett akkor? Nem a mi dolgunk, azt hiszem, jó, majd jó. Megoldják. Tehát én nélkül ilyesmi. Mi csak gratulálom. Köszönjük szépen. Pasz, nevédjük. Mert itt más alkotások is lesznek, most ezt azért leveszem, mert így is lehet látni, remélem megjegyezték. Belejegyett a retinát. Ülcsünk az MDK-ban egy vártunk a színpadi jelenésre a Rote Lieder, vagyis ugye Vörös Balok politikai dalfesztiválon még a Falákában játszottam, és éppen a kubai zenekar énekelt, hatalmas Marx, Engels, Lenin és Erich Honecker képei. És akkor Radványi Balázs kollégám a következőt találta mondani, hogy is mondta Marx, hogy kísértet járta be Európát. Bejárta. Akkor most már húzzon így. Na szóval, hogy így van, egy kicsit, talán ezt kicsit vulgárisabb is, de a kép is tartalmazott. Következzen az év képének két zsűri tagja, akik ugyan nem jöttek el, de baromi hosszú értékelést írtak. Péter, kérlek, hogy... Te most a pergő nyelveddel ajándékozz meg bennünket. Jó, hogy most ez. Igen, szóval. Már gondolom is. Szász Lilla értékelése. A kép olyan társadalmi, aktuál politikai gender kérdéseket sűrít egybe, mint Marx a nemekről és a családról alkotott nézetei, LMBTQ-i jogok és Marx személyén keresztül a kapitalizmus bírálata. Már 1844-ben a gazdasági és filozófiai kéziratokban Marx amellett érvelt, hogy a nők társadalmi helyzete a társadalom egészének fejlődésének mércéjük szolgál. Marx számára ez több volt, mint egyszerű felhívás a férfiak számára, hogy változtassanak a nők helyzetét. Szerinte ahhoz, hogy a társadalom a kapitalista formáján túlmutatóan fejlődhessen, új társadalmi viszonyokat kell kialakítani, amelyek nem kizárólag az értékmás elidegenedett megfogalmazásán alapulnak. Az embereknek képesség kellene válniuk arra, hogy egymást önmagukban értékesnek tekintsék, és ne csak annyit érjenek, amennyit az egyik egyén a másiknak nyújtani tud. A nők különösen jelentősek lennének ebben a tekintetben, mivel a legtöbb, ha nem minden társadalomban, marginalizált csoportot alkotnak.
Így a férfiaknak és a nőknek el kellene jutniuk a fejlődés egy olyan pontjára, ahol az egyént önmagáért értékelik, nem pedig a férfi, nő, stb. Absztrakt kategóriákért. Mindezek aktuál politikai vonatkozását nézve órákon keresztül lehetne beszélni arról, hogy az antiliberális Magyarország genderrezsimje, zárójel idősebb Fodor Éva 2022, mit nem tett a nő és a gender jogokért. Más szóval, a politikai hatalom birtokosainak kimondva vagy kimondatlanul van elképzelésük a két nem közötti társadalmi viszonyokról, valamint arról, hogy milyen szerepet szánnak az egyéneken túl például a munkahelyeknek, az egyházaknak, a civil szervezeteknek és az államnak. Kinek a feladata például a gondoskodás a gyerekekről vagy az időszülőkről? A családi? Vagyis a női? Az anyái és a feleségé? Vagy a férfié? Az apáé és férjé is? Kinek a feladata munka és család egyensúlyának megteremtése? A nőké? Oldják meg ők ügyes időmenedzsmenttel? Vagy megjelenik a férfiak és a munkáltatók felelőssége, illetve bátorítása is ösztönzőkkel mindennek lehetővé tételére? Támogat-e az állam közösségi megoldásokat? Például bővíti a bölcsődei férőhelyeket? Segít-e az idősek és a tartós betegek otthoni gondozását? Támogatja-e az idős otthonokat? Az itt pénzért dolgozók, túlnyomó többségük nő, milyen bérekért és milyen munkakörülmények között dolgoznak? Ezek összessége teszi ki a kormányzat genderrezsimjét. Ezen kívül, és itt térek ki röviden a Marx mögött található szivárványra, a magyar kormány kiüresítette a gender eredeti valós, a társadalomtudományokban használt jelentését azzal, hogy saját politikai, ellenségképző, megbélyegző, antiliberális céljaira használja. A gender ideológia rémképének használata politikai haszonszerzés érdekében vitán felül áll. Mindez, és sok más benne van Kovács Béla képében, ami egy pontos és tűéles társadalom kritika. Olyan állításokkal, amik mindannyiunkat érintenek, és minden nap egyre érezhetőbben és súlyosabban kihatnak a mindennapjainkra. Ő volt 100 kiló értékelés. És akkor gyorsan, Balogh Tibor értékelése aktualizál, kritikus, társadalmi és kultúrpolitikai reflexiókat kelt. Mi ma a mérvadó eszme? Ideaizmus? Ki kezdi a jövőt? Az elfogadásért szeretne küzdeni az alkotó. Van-e keret életünkben? Van-e szabály az életünkben? Vagy csak ember van? Köszönöm szépen, Péter. Tényleg összeszedted magad is, amennyire lehetett. A előadás után kikérdezem természetesen. A közönségdíjas kép szerzője szintén Kovács Béla, a csellós képét láthatják a köszönjük szépen. Vagyis ő nyerte, és ez a beérkezett szavazatok 28%-ával lett az övé. Most pedig az év prózája következik. SS a szerző, a címe Menekülés. Végpéter, kérem, hogy ezt tolmácsolja, tehát rohanhatsz vissza a szintonát. Nincs semmi baj. Addig elmondom, hogy Garaci László készül fel az értékelésre. Készültél az szinte. Szinte. Jó. Okay. Péter még keresi ilyen a példányt, de semmi baj, mert újraírja egy perc alatt. Emlékezett az az. Ez az SS Menekülés. Szerintem ezt olvattam. Egy pillanat, minden más. Azt tartott egy ideig, én álltam rajta.
Nem lehet, hogy a Garaci Laci rajta ül? Az könnyen? Nem. De, mert hogy ide rakta le a... Igen, de nem az a üzé volt. Ezzel meg mindenki a székét kiült rá a menekülésre. Itt van. Megvan. Csináltam egy kis performanciát. És egy még rosszabb is, csak megúsztam. Menekülés. A felszínre törő infantilizmus csak eszköz. Mögötte ott leselkednek a mindent megmételyező, bénító félelmek. Ide zsúfolódott be mind. A hétköznapiak és a meg nem nevezhető nagy félelmek is. Hogy egyedül vagy magaddal. Nagyon egyedül. Hiába vannak körülötted, még tucatnyi a nap minden egyes rohadt percében. A félelem a foglyok végzete. Észrevétlenül lopózik beléd a nagyon vágyott gazda testbe. Besúrran a nappalokba, az éjszakákba, belerágja magát az összes hajnalodba. Beköltözik a várakozásba, beköltözik a reménybe, beköltözik a lemondásba. Nem lehet meghatározni, nem lehet tetten érni, nem lehet megfékezni, nem lehet kibírni. Sem ésszel, sem logikával, sem csellel, sem erőszakkal. Átítat mindent. Kocsonyás, ellenállhatatlan szívós. Felülről ledarál, kizsigerel, szép marcangol kikészít. Lenyúzza a bőrt a kezeidről, a lábaidról, a hasadról, a hátadról, a fejedről. Megzabálja a szemgolyóid, a dobhártyáid. Befurakszik a hónajadba, a heléidbe, a vesédbe, a májadba. Szétlapítja a beleket, az agyat, a hólyagot. Beeszi magát a rostokba, megbénítja az idegpályákat. Kivasalja az agytekervényeket. Eltömíti a pórusokat, a mirigyeket, az ereket. Lelassítja a vérkeringést, a levegőt molekulákra bontva kiszívja belőled az oxigént. Megöli a spermákat. A jeges veríték, a nyomasztóan kattogó idő, az átszomszéd hörgő horkolása. Fingás, böfögés, köhögés, harákolás. Nyikorgó vaságyok. Falra vetített rácsok a hideg fényben, gondolataid feketére fagyott lenyomata. Megmenekülhetsz. Benyelhetsz egy marék altatót, egy jóképű pengét, olmot, drótot, tűt. Felködheted magad az ablakrácsra. Felvághatod az ereidet. Ha akarod a kezeden, ha akarod a torkodon, ha akarod a hasadon. Felszúrhatod a bőröd. Benzint fecskendezhetsz a tüdődbe. Cérnát fűzhetsz a szarba. Gombot varhatsz a térdedre, eltörheted a csontjaidat. Neki rohanhatsz fejjel előre a falnak. Gubbaszthatsz kényszerűbonyban, gumiszobában, mint egy gigantikus buthagalomb. Fekhetsz rácsoságban, kosztott rabkórházi műtőasztalon. Üveges szemekkel üvölthetsz, mert félsz, mert egyedül vagy, mert csődöt mondtál. Tudod, hogy magadra maradtál. Tudod, hogy magadra maradsz. Azt hiszik ismernek. Csődöd nyilvánvaló és gusztustalan. Semmire kellő pszichopata vagy. Kallódó szemét a sütten. Ti kintiek kurtok szét engem, és fanyalogva fordultok el a roncsok láttán. Tuti menekülés. Mi? Kérem szépen a szerzőt a színpadra, SS Stitz Sándort. Megkapja a díjat, és utána jön az értékelés, és készülhetnek a fotók. Köszönöm.
kedves mindenki, a menekülés című írást, az idei pályázat kiemelkedő és megrendítő darabjának gondolom, ami ráadásul olyan fajta próza, ami közel áll hozzám, valahol a novella, a vallomás, az esszé és a körtészet határvidékén járunk, ahol a lényegről nem vonják el a figyelmet az elbeszélés bevett elemei, a történet, a karakterépítés, a millió ábrázolás. Ugyanakkor ezek sűrítettem mégiscsak valamiképpen benne vannak ezekben az expresszív képekben és litániákban. Persze az elemzés a szokásos módszereivel is megközelíthető a szöveg, említhető például az egyes szám második személyű elbeszélői pozíció, ami egyrészt eltávolító hatású, a narrátor mint egy kívülről tekint magára, másrészt viszont mint a hozzánk az olvasóhoz szólna, rólunk beszélne, és ezzel az érintettséggel, mint egy behúzza világába. Nagy erénye a szövegnek, hogy a magány és a rettegés leírásában nem érezzük a részvétkeltés direkt szándékát, sem az önsajnálatot, vad, kíméletlen, illúziótlan körözése ez a súlyos témák fölött. Kizárja a szentimentális elérzékenyülés lehetőségét, nem panaszkodik, nem akar meghatni, nem ácsingózik együttérzésre, csak a keserű tényeket sorolja könyörtelenül. A kétségbeesés hitelessége nem a szavak jelentéséből, hanem az egymásba kapaszkodó, sorjázódó mondatok ritmusából sugárzik, és az olyan kreatív megoldásokból, mint a harmadik bekezdés, félelem fenomenológiai szakasza, amely a rettegés nem lelki, hanem testi tünetekben érítetten és mutatja fel. Az írás sejtető alaphelyzete az éjszakai közös hálóterem lidérces világa, csak az írás közepén villan fel. Valószínűleg egy éjszakai számvetést vagy vallomást olvasunk tehát, amelynek fő motívumai a magány és a félelem mellett az öngyilkosság és az őrület, mint lehetséges menekülési utak. Majd visszatérünk az írás elejének szikár tény megállapításaihoz, magadra maradsz, csődöd nyilvánvaló, hogy végül új perspektívát nyisson a szöveg, többes szám második személyű megszólításba vált, majd egy némiképp rejtélyes kérdése végződik, tuti menekülés mi, ami vonatkozhat az őrületre, a halálra, de az ellenséges közeg részvétlenségére is. Bármely irodalmi labban közölhető erős szöveg ez, amihez ugyanakkor valamiért nem könnyű gratulálni, ahogy illő lenne. Most mégis megteszem, gratulálok. Abban a reményben, hogy az ilyen írásokkal való foglalkozás talán segít a nehéz élethelyzetek elviselésében. Másrészt ezek a műalkotások tanúságot tesznek a kitaszítottság létezéséről a szerencsésebbek számára, ezért pedig külön köszönet illeti a szerzőt. Köszönjük szépen, hogy ezekért a méltatásokért járok ide. Egyrészt megértem az alkotást ezekből, másrészt pedig egészen fantasztikus, hogy a zsűri mennyire komolyan veszi a munkáját, és milyen emberi hangon és emberi módon viszonyult mindenkihez, aki itt szerepel. Szerintem nincs ember, aki nálam meglepetted. Ugye? Nagyon jó. Tapsoljuk meg a szerzőt! A közönség díjat, hát nyilván nem te nyerted, a közönség díjat Buksika Mikor jön a család című írásnak. Családi, bocsánat, elnézést, igen, Elekes Ági, Buksika. A szavazatok majdnem 50%, egy híján 50%-ával nyert el a közönség díját. Sodró Elizát kérem meg, hogy jöjjön a színpadra, fáradjon a mikrofonhoz, már is beállított neki. Jó. Buksika, mikor jön a családi? Kőbányán élek, ahol ázsiai éttermek, független üzletsorok sorakoznak.
A sétáló utca mindig tele van emberekkel, akik jönnek, mennek a boltokba, vásárolnak a konyhára, hogy a családjuknak tudjanak főzni. Egyre több kisgyereket látok, akik futkároznak a babakocsik körül, hisz itt a jó idő. Kiülnek az idősek is a posta előtti székekre. Nem messzire, az út túloldalán időnként bekapcsolják a hűsítő, párásító vizet szökellő kutat is. A nyári hőséget itt sem viselik túl jól az emberek, de hál' Istennek sok a park, a fásított, füvesített zöld terület, ahol a nap tüze elől megbújhatnak. Sajnos egyre több a torbézoló hajléktalan is, mert több szálló van a környéken, és ugyan napközben nem tartózkodhatnak bent, akkor már hol telepedjenek le? Persze, hogy a központban, a dohánybolt közelségében, mivel ott van egy kút is, ahol még folyik a víz. Itt fürdenek, lábat, hajat mosnak és szemetelnek. Az emberek nem néznek rájuk jó szemmel. Miattuk már az üzletsorok közötti átjárót is lezárták, hogy ne tudjanak bemenni, ott aludni és teljesen elfekáliásítani a területet. Az éjjel-nappali bolt is este 10-ig lehet nyitva, mint minden más üzlet maximálisan. Az önkormányzat megtette a szükséges intézkedéseket. Felszedték a padokat, megszüntették az olyan ülő alkalmatosságokat, ahova feküdni lehetett. Szűk kis vasszékeket raktak ki a posta elé, ahol meg lehet pihenni. Én ezzel teljesen egyetértek. Jól van ez így. Aki akar, leülhet egy rövid időre. Én is leszoktam, megvallom. Szeretem nézni, hallgatni a nyüzsgő embereket egy rövid időre fülelve, nem-e történik valami izgalmas. Általában nem is szoktam sokáig várni, mert csak kapkodom a fejem, a sztorik az ölembe hullanak. Az emberek egymásnak mesélik az életüket, minden nap történt eseményeket, mikor egyszer feltűnik egy népes roma család, vagy hat pulyával. Megállnak a kenyérbolt előtt, már több teli szatyor van náluk, nagy a család, sokat kell vásárolni, a férfi rágódik magába kicsit, a bajusza alatt motyog magába, de nem volt elég csend, hogy minden szavát tisztán halljak, ezért már csak azt tudtam megjegyezni, amit az asszonykája felé fordulva kérdezett. Te Barbie, mikor kapjuk a családit? Hát majd 10-11 körül hozza a postás, de mit érdekel az téged, te ember? Jaj, hát gondoltam, van most kis pénzünk, nem megyek be holnap dolgozni. A franca pofádban most is csak azon jár az eszed, hogy ne dolgozz. De mi akarsz a kurvádhoz, mi? Ó, hogy a beled égjen ki, sose gondolsz a pulyáidra? Minek basztad össze őket akkor? Üvöltözött az asszony. Elég sokan odafigyeltek erre a párbeszédre, és többen köréjük is gyűltek a maguk fajta közül, és kérdezték már megint, mi a baj. Barbie mondja, hát ez már megint rafináltoskodik, nem akar ez dolgozni, állandóan a nőnyőhez szokik. Mondtam már neki, ha az köl, hát menjön oda a franca pofájába, hát kit érdekel ő? Meg vagyok én a pulyákkal, amúgy se törődik ez velük, hasznom úgy sincs belőle. Mikor megkapom a takarításért azt a kis pénzem, látod, itt van, érzi a pénzszagot. Jaj, költeni azt tud. Meg most is már elvett 5000-et, megy a kocsmába, alig várja, hazaérjünk és letiplizzen. A rákeszi ennek az agyát, mondom én Marcsikám nektek. Barbikám, de miért mondasz ilyeneket, szép szerelmes babásom? Hát érted, élek meg a gyerekekért. Mondtam már neked, hogy a Csilla csak ágyasom. Hát nem körül nekem asszonynak. Nem tudod se főzni, se tisztára mosni, koszos is. Nekem csak te kör lesz, no. Ne légy már ilyen házsártos teribanc. Ó, gazsi, hogy az anyád inkább dobott volna a kutyák elétek az ember. Csak ágyasod? Akkor az a három pulyatán apádé? Hol van már, az mikor jön a családi? Mondtam már, 10-11-e környékén hozza a postát. Jó, de mikor lesz 10-11-e? Majd akkor. Bezzeg, az pontosan tudod, hol lakik a Csilla, meg hol a kocsma, mint az apád. Te patás, takarodjál már, rám hozod a szigyent. Elüldögéltem volna ott még órákig, de hát a lényeg lezajlott. A tömeg szétoszlott, mindenki békésen ment hazafelé. Ők is elindultak a hat pulyával, a nagy szatyrokkal a mázsatér felé. Én is elindultam. Főznöm is kell még, kutyát is sétáltatni. Sok a dolog. Na, viszlát, Kőbánya központ. Jövök holnap is. Terekes Ági Buksika. Menjek rá? Hát igen, a díjadat. Szeretnék. Feltárt a díjat, csak igen. A te adod. Hát ez, se tudom, melyik az a sok köszönöm. Eliza, nagyon szépen. Én csak tetékén vesztettél az angolat. Igen. Én is mindképpen. Igen. Köszönöm.
látok. Igen. Farkasok is vagyok, meg a... Köszönöm. Csokoládé, mit van? Amikor jön a családi hangzott el Sodró Elizától, most pedig az év, bocsánat, az év verse következik, Kocsi, rövidítés, Mű, ez a címe, Sodró Eliza fogja előadni, és majd Német Gábor fogja értékelni. Kocsi, Horváth Csilletére. Kocsi? Műanyag lavorban áztatom lábamat, műanyag flakonban tartom italomat. Műbútor az ágyam, műanyag az álmom. Nem tudom, van-e még valódi világom. Műbeles virsli a műanyag szatyorban, nejlon zacskós műzli társaságában, műszálas a ruhám, műbőr a topánom. Nem tudom, van-e még valódi világom. Műköves tereken, műsoros délután, művészek alkotnak a valódi vész okán. A galamb valódi anyagot pottyant rám. Nem lódít, nem tréfál, érzem a szagán. Itt van-e Hócsi? Akkor várjuk. Menj már így! Ilyet át kell venni. Ez a nyilván. 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 Igen. Ezt a dialógust is megírhatod majd. Igen, ami most elhangzott. Fél szavakat hallottam csak. Az se volt jó, rossz. Hát köszönöm. Hallgassuk Németh Gábor. Jó, estét kívánok, lehet hallani? Arról már szó volt korábban, hogy nehéz volt döntenünk, és valóban ritka, amikor ennyire szétágazó az ízlés ítélet, vagy az annak az élménynek a hatása, amit az ember egy szöveggel gyakorol, de megpróbálom én a saját szempontomat megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy miért érzem úgy, hogy ez a vers bizonyos szempontból kiemelkedett a többi közül. A Kriszta beszélt arról a furcsa tapasztalatról, hogy szemben az általános vélekedéssel, amely nagyon sok mindent az úgynevezett művészet elé helyez, vagy fontosabbnak tartja a létfenntartást, az evést, ivást, alvást, szaporodást. Nagyon furcsa az emberiség története abban a tekintetben, hogy nagyon éles és reménytelen helyzetekben egyszer csak fontosabb lesz a művészet, mint bármi más. Ma nézegettem a videókat, Észak-Olaszországban készültek, ahol egy borzalmas árvíz tombol, és hát emberek tucatjai halnak meg, és ősi városok dőlnek össze, amihez az olaszok kénytelenek voltak hozzászokni az utóbbi időben, és az egyik videó egy egészen elképesztő pillanatot kapott el, hogy az emberek miközben a tökéletesen összedőlt házaikból az utolsó értékeiket mentik ki, egyszer csak megállnak, és kb. 30-an elénekelnek egy dalt, ami valószínűleg ennek a falunak nagyon fontos lehetett, és aztán pedig nevetnek és megtapsolják egymást. És azt hiszem, hogy hát körülbelül ez az a titok, amire képes a művészet. Az elején, amikor a Lilla énekelt, akkor lett egy ilyen kis helyzet, amit megpróbáltunk kiviselkedni, hogy többen énekeltek vele.
És ugye egy olyan térben vagyunk, ami azt az ősi szerkezetet modellálja, hogy volna a művészet, ami keveseké, és a többiek feje fölött van, ez a színpad, és volnának azok, akik élvezik csendben, mert akkor van rend. És itt meg az történt, hogy néhányan a Lillával énekeltek, és elkezdtem nézni az arcát, hogy mit kezd ezzel a helyzettel, és azt láttam, hogy nagyon tetszik neki ez a dolog. És hogy ez úgy kötődik ez a két élményhez, hogy valószínűleg valamit elfelejtünk, vagy elfelejtetnek velünk, amit gyerekkorunkban tudunk, szinte mindenki tud, mindenki úgy viszonyul a nyelvhez, ahogy a csilla viszonyul ebben a versben, tehát a szavakat olyan szinten tekinti játékszernek, mint hogy a kisgyerekek az üveggolyót megnézi minden felől, és meglátja, hogy mi az, amit lehet vele kezdeni. És ez a vers, ez egy könnyű vers, könnyed vers, olyan, mint egy dal. Nagyon sok olyan verset olvasunk, vagy olvastunk, amelyek közvetlen módon táplálkoznak abból a nehéz élethelyzetből, amiben a szerzőjük van. És ezt a legnehezebb megcsinálni, amit a Csilla csinál, hogy egyszer csak elemelkedik ettől a hétköznapi tapasztalattól, és észrevesz valamit, egy eléggé durva tapasztalatot, jelesül azt, hogy ami körülvesz minket, az nem valóságos. Ezt nyilván hosszan lehetne elemezni, hogy ez mit jelent. Ennek a legkonkrétabb megnyilvánása nyilván a Földön a műanyag. És egyszer csak rájön, hogy az egyetlen dolog, ami valóban valóságos, az a szar. Na most nyilván ez egy nagyon radikális dolog, és azt, hogy valaki egy ilyen típusú radikális állítást, amit egy ilyen nagyon katasztrofista és pessimisztikus filozófiában is ki lehetne fejteni, azt egy gyerekdalnak az egyszerűségével tudja megfogalmazni, és szerintem ez a költészetnek a csodája. Tehát szerintem a Lillát megkérnénk, hogy most fél órára vonuljon el, akkor tudna ebből egy nagyon könnyű dalt írni, amit akár meg is hallgathatnánk. Tehát az, hogy valami, ami ennyire súlyos, sokrétű, radikális, az formailag ilyen könnyed, számomra ez emelte ki ezt a szöveget a többi vers közül, amelyek szintén nyilván nagyon fontos és jó élményt jelentettek. Köszönöm szépen. Közönségdíjas vers Szamóca költeménye, Horváth Gábor, remélem, hogy itt van. Jól van. Átölel az éj. Több mint 20%-át kapta a szavazatoknak, tehát nagyon megoszlott a szavazatok, megoszlottak a versek között, és Sodró Elizát kérem, hogy újra. Szamóca, átölel az éj. Átölel az éj, simogat a szél. Eső, ha sűrűn esik, a csövesnek nem jól esik. Elviselem, és viselem hátizsákom, benne hordja egész sorsom. Keresztképpen folyton viszem. Jó hiszemül még elhiszem, reggel majd még rám is süt a nap. Hordja, hanem hordom.
Hol voltam sorsra? Aha. Hogy van hívva, de... Igen, elírás. Szóval elírás. Nem volt egy hibát. De nekem is feltűnt, de gondoltam... Elmondanád még egyszer? Hogy értsük, jó? Tedd meg, Eliza. Nos, hát nem minden. Pont. Szamóca, átölel az éj, korrigálva. Átölel az éj, simogat a szél. Eső, ha sűrűn esik, a csövesnek nem jól esik, elviselem, és viselem hátizsákom. Benne hordom egész sorsom, keresztképpen folyton viszem. Jó hiszeműn még elhiszem, reggel majd még rám is süt a nap. Hölgyeim és uraim, nem tudom, megfigyelték-e, hogy a díjazottak és a díjátadók kétszer nem ugyanabban a pozícióban adták, vették a díjakat. A fotósok már idegrohamot kapnak a színpadon, mint a nézőtérről, mert nem tudnak úgy állni, úgyhogy döntsék el, most az utolsó lehetőség, az irodalmi szakmai külön díj átadása következik, és nagyon kérlek benneteket, hogy legyetek résen, mert ez a megpróbáltatásotok utolsó eleme lesz. Lantódi András kapja ezt a díjat, és kérem, hogy jöjjön ide. Gyere, András, minden pozíciót kidobjál. Egy kis föl lehetem venni, dobják a vízbe. Az egészséges, azért van. Nekem adom, hogy ne tudjátok. Hagyd magad. Na, akkor kérem volna. Jaj. 2, 4, 9, 10. Köszönöm szépen. Üljön elő. Kiállított ezt, mi ilyen hülyé. Szorította így be? Nem. Hölgyeim és uraim, a díjátadó és a 30 éves. Nem olvasod? Mi? Ja, de! Én meg már el akartam búcsúzni. Kezdhetem előbb. Én mondjam, hogy... Hát a folytatom. Lantódi András, Hörspiel 2. Hallod, geci? Figyú, geci? Mizu, geci? Mert hogy? Tesó, toszó. Rád írok, rád verek, rád rugok. Lóvé, jagelló, séró, kasú. Amúgy konkrétan további szép napot. És Németh Gábort hallják. A Hörspiel 1-2 kapta együtt ezt a díjat. Tehát van egy másik Hörspiel is, ami ugye ezáltal egy ilyen eléggé különös zárójelbe került. Én mindenkit arra kérek, hogy próbálja megtalálni a valamelyik fedél nélkül ezt a szöveget, gondolom, hogy megvan. Akkor legyen az, hogy mondok pár mondatot, és hogyha
ha van rá lehetőség, hangozzék el. Azt szerintem egy két női hangra írt szöveg. És az én libligem, ez a két hörspiel. Egyrészt azért, mert műfajt avatunk, tehát ha jól tudom, eddig hangjáték nem volt díjazva. Gábor, egyébként 67 van, vagy még inkább 8 van a hörspielen van, a fedél nélkül, de csak ki kell bányászni. Szuper, mindenkit erre a bányászati tevékenységre szeretnék ösztökélni. A legerősebb anyaga az úgynevezett művészetnek, vagy a szóbeli művészetnek szerintem az tényleg nagyon gyakran az utcán hever. Én a legerősebb mondatokat azt hiszem, hogy hajléktalan attól hallottam és olvastam. Nemrégen például az történt, hogy a 6-os villamoson ült egy királynő, nem nagyon közelítették meg két méternél jobban. Körülötte voltak szatyrokam, meg olyanok voltak, mint hogyha őrkutyák lennének. És a fején pedig egy fantasztikus mohair korona volt, és ilyen világító kék szeme volt. Nevetett magában elég sokat. És aztán fölnézett, és azt mondta, hogy akkor most már gyerekkoromban használhatom a varrógépemet. Na most, hát, hogyha 3 év alatt egy ilyen mondat eszembe jut, akkor megköszönöm a jó Istennek. És folytathatnám ezt a történetet. És én azt látom, hogy vagy azt érzem, hogy az András, akinek 33 neve van egyébként, legalább, és akkor még a másik 55-et nem állgulta el, ezúttal ebből az anyagból merített, és egy ennyire rövid szövegben az is nagyon fontos, ami nem hangzik el. Tehát, hogy ennek a szövegnek legalább annyira része a szó köz, vagy a csend, vagy az elhallgatás, mint maguk a szavak, amik elhangoznak. És hogy ilyen kevéssel szituációt teremteni nagyon, nagyon nehéz, és hogy az a szöveg viszont, ami most fog elhangozni, az egy másik erényt fog felvillantani, mert rengeteg olyan észrevétlen vagy nehezen észrevehető kulturális utalással dolgozik, ami megemeli a szöveget, ugyanakkor egy abszolút beszédszerű, szintén kihagyásos, rejtélyes dialógus alakul ki. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ez az új műfaj, illetve az Andrásnak ez a két műve az a zsűri külön díjára érdemes volt. Köszönöm szépen, és hogyha lehet, akkor hangozzék ez a szöveg. Szokoló Vőrnagy hetérái és poétái parafrázis, hörspiel vagy rádiójáték két hangra, Ludmilla és Svetlana. Felhasznált irodalom, 22-es csapdája, holt lelkek, 6-os számú korterem, háború és béke, Hamlet, nem születünk katonának, így írtok ti, 5-ös számú vágóhíd, kockázat, 4 páncélos és a kutya, Schweik, fénykegyelm. Ludmilla, hallod? Ne bubolj. Figyelj, csak jönnek. Biztos, hogy benne? Remélem. Akkor most neked hány szeretőd van? Nem számolom. Képzeld, Marussia két vőlegényéből az egyik a gulágon, a másik a fronton. Mi a véleményed? Kik jobbak az ágyban? A gestapósok vagy a fehér finnek? Te élvezel is, vagy csak a meló dominál? Na, igyuk meg még ezt a korcsáját, holnaptól pesgőzni kell. Hányan megyünk? 5-en. A két ujjamz is velünk jön. Felépültek? Tudod, ez a kiképzés része. Meg is kínozták őket. Nem csak verés, de az borzalmas. A háború nem csak diadalmenet. Szegénykék már jól néznek ki. Főleg a bögös. Aha. Meg is kívántam a dudáit. Melő után, ha a németek hagynak valamit, magam is megcsöcsörészem kicsit. Első a munka. Vojna, etat, izsolaj, remóta. Jó ez a ilyen kiborra húskonzert.
Beef, ha jól emlékszem. A szkünyentka olyan jól tud még finnül is, hogy 20 méterről szájról olvas. A minap az atasé szupertitkos csevejét is vette, szuper volt. De klassz az új háló, Ruci. Holnap is hozod? Vagy a kéket? Majd meglátom. Na, csókolj meg is, ahogy jön. Szia, Cici.